Jövőre szigorúbb büntetések járhatnak a családon belüli erőszakért és a molesztálásért. Maja Popovics igazságügyi miniszter kiemelte, a fegyverrel vagy más súlyos testi sérüléseket okozó tárgyal vagy eszközzel történt családon belüli erőszakért 1-10 évig terjedő szabadságvesztést javasolnak. A nemi erőszakért, valamint a tehetetlen személyek és gyerekek molesztálásáért pedig életfogytiglani börtönbüntetést. Leugrott egy férfi az Újvidéki Szabadsághídról, a mentő a sürgősségi központba szállította. A sürgősségi szolgálat szóvivője dr. Zorán Krúj elmondta, hogy a csapatuk ellátta a férfit, aki eszméleténél volt, amikor a kórházba szállították. Növekszik a koronavírussal fertőzött betegek száma Szerbiában. A múlt heti adatok szerint az országban a több mint 7000 elvégzett tesztből 1500 lett pozitív. Egyre nagyobb a tömeg is azokban a rendelőkben, amelyekben a teszteket végzik. A megnövekedett esetszámok okozója a koronavírus Eris nevű variánsa lehet. Megalakulásának 25. évfordulóját ünnepelte a Vajdasági Magyar Szövetség Újvidéki Városi Szervezete. Az ülésen díszokleveleket is kiosztottak azoknak, akik 10, 20 és 25 éve tagjai a VMS Városi Szervezetének.